Mindenkit sok szeretettel köszöntök, Madarász Ildikó vagyok, a Vidék háziasszonya, és a mai nap rétes fogunk készíteni, nem is akármiért, hanem hagyományos rétes, ami húzott rétes. És kitől tanultam a rétes készítést? A nagyanyámtól, akinek elmondom a receptjét, jó? A recept az következőre hangzott: egy levél, két összemarék liszt. Kinek mekkora? Tehát két összemarék liszt. De ezzel nem untatok senkit se, hogy két összemarék liszt. A mai nap körülbelül ezt a szűk 4 négyzetméteres rétes fogjuk készíteni, amihez egy, azaz 1 kg lisztre van szükség. Milyen legyen a liszt? Soha ne nyújtsanak lisztet rétes lisztből. Nem. Tehát teljesen fogalomzavar van, nem abból kell, mert az grízes. Rétes lisztből tudják, mit csináljanak? Nokedli. Mi nem kell a réteshez? Nem kell nyújtófa, nem kell hozzá tojás, nem kell hozzá zsiradék, élesztő, sütőpor, semmi más nem kell hozzá, mint 4 darab hozzávaló. Tehát a liszt kell hozzá ez a mennyiséghez, hát egy szűk teáskanál só, kell hozzá, ha éreznék, kell hozzá ecet, ez ehhez a mennyiséghez egy evőkanál. Miért kell hozzá az ecet? Hogy a sikérszálak, miközben pihennek, jobban megnyúljanak. Sima, egyszerű, kéz meleg víz. Én ezt így nagyjából itt összekutyulom, és öntöm a vizet. Ez 1 liter víz, körülbelül 7 deciliter víz kell, és öntöm. És összeállítom a tésztát. Az ecet az olyan neki, mint a duracerelem, tehát jobban lehet nyújtani tőle, és folyamatosan adagolom hozzá a vizet. És nekiállok gyúrni. Ezt nem dagasztom, ez gyúrom, ugyebár ez nem kell tészta, amit dagasztani kell, hanem ez rétes tészta, és ezt ki kell gyúrni. Amikor a rétest húzzuk, onnantól mindenféle gyűrű, karkötő, és mondjuk ilyen 4 centis körmökkel nem nagyon lehet rétest húzni, mert az kiszakad. Kamera, simi, és láthatjuk, hogy a tészta elkészült. Így szépen megpaskolgatjuk, és fogjuk, nem kell lelisztezni a tetejét, fogjuk is egy tiszta konyha ruhával, elbúcsúzunk tőle körülbelül 20 percre. 20 perc alatt megnyúszik a tészta, a sikérszálak elkezdenek ficánkolni, és elkezdenek megnyúlani. De egy picit előre dolgoztam, és egy másik tészta mindjárt a finishbe kerül, a tésztának a nyújtás előtt először meg kell ágyazni. Hogy kell megágyazni? Fogunk egy asztalterítőt, ami sohasem műszálas, hanem a legjobb erre a damaszt, nagy damaszterítője. A rétesnek az alját, mint mondtam, meg kell ágyazni, ezt úgy kezdem el, hogy először is behintem liszttel. Végig hintem lisztet. Ha a tészta megfelelő ideig pihent, akkor nézzük csak a különbséget. Ez és ez között teljesen ellapult, tehát elhagyta magát, és leveszem. És ezután, mint a pizzatésztát szinte, középről kiindulva, megfogom és ledobom. Én eddig szoktam izgulni. Komolyan, eddig a percig jó lesz. Jó lesz. Ilyenkor megfogom, és középről indulva elkezdek járkálgatni, és húzni. Alkarommal húzom, és óvatosan, de erőt kifejtve húzom. Akkor lesz jó, hogyha hártya vékonyságú lesz. És közben levegőztetem. Ez miért fontos? Hogy ne ragadjon le, és közben szárítom a tésztát alulról. Nézzék meg, hogy elkezdett hártyásodni. Ugye? Azt szokták mondani,
a régi szakácskönyvekben, hogy akkor jó a rétes tészta, hogyha alárakok egy szerelmes levelet, és el tudom olvasni. Leszedem a szélét. Ezt úgy, hogy elkezdem, mindenki látni fogja, a bal kezemmel ellentartok, a jobb kezemmel pedig tekerem. Most következik, amikor először zsiradék éri. Ezt így szoktam, hogy itt most ilyenkor lehet fotózni, ezt ilyen csajosan lehet, így. Ha? Így. Ugye? Igen, sőt, így is lehet, így. Így. Tehát fogom, és beolajozom az egészet. Hogy nézzük meg, hogy mindenhova került a zsíradék, megpróbálunk pontosan ugyanarra a szintre kerülni, mint a rétes tészta, hosszú támadóállás, és nagyjából meg is vagyunk, tehát megágyazunk neki. Ez sima alma. Simán le van reszelve, semmi más előkezelés nem kapott, ami azt jelenti, hogy semmi ízesítés nincs megfőzve előre, simán le van reszelve. Így megfog, tökéletes, mert a háziasszony ugyebár az utolsó darabot is kihasználja, tehát a lelógó széleket is betöltjük, ugye? Sose vagyok egyedül. Sokan szokták mondani, hogy kevés a töltelék. Nem, mert ugyebár ez fel lesz tekerve, és a rétegek egymásra fognak kerülni, nem lesz kevés. Jön a mág. Mákot teljesen pontosan el tudjuk mondani, ez 60 dekagram mák cukorral ledarálva, és ezt behintem az egészet. Erről tök jó lassú felvételeket le lehet lassítani, hogy itt tudom. És nézzék, pont annyi lett, a fene se tudja, hogy számoltam ki, na? És akkor így lehet szép fotót csinálni. Köszönöm szépen, hogy elindítom a rétest. Lassan indítjuk el mindig. Miért? Hogy ne legyen levegős. Magyarországon három módon szokták berakni a tepsibe. Az Alföldön csigába rakják. Megfogják és feltekerik csigába. A Dunántúl nyugatibb részén kígyóba rakják, tehát így tekerik fel. A mai modern háziasszony pedig gazdaságosan, ami azt jelenti, hogy pontosan akkorára vágja, mint amekkora a tepsije. Ez a rétes körülbelül 18 rétegből áll. És ilyen hártyavékonynak kell lenni, hogy a töltelék azért látható legyen a tészta alatt. Mielőtt berakjuk a sütőbe, le kell kenni a tetejét zsiradékkal. Fontos, hogy lekenjük, hogyha nincs lekenve zsiradékkal, akkor abban az esetben száraz lesz nagyon. Lassú tűzön, finoman, egyenletesen 180 fokon, körülbelül 20-20 süssük. Tehát ilyen a rétes, amikor teljesen elkészült, pontosan annyira pirult, ahogy mi szeretnénk, látszik, hogy bepirosodott a teteje. 2021-ben lépjünk ki a tradíciókból, és a mákos
beigli, illetve a mákos kalács helyett vagy mellett nyugodtan próbálják ki a mákos rétest. Higgyék el, a család hálás lesz ezért. Jó étvágyat!